Március 4-én a Városháza dísztermében adták át a Magyar Kultúra Napjához kapcsolódó elismeréseket. Akkor a koronavírus járványra való tekintettel az egykori Egervény nyugalmazott igazgatója nem tudott részt venni az ünnepségen, így ő pénteken délelőtt szűk körben vehette át a díszpolgári címet Mirkóczky Ádám polgármestertől. Dancz Pál 1922-ben született, 1949-ben kezdte meg Egerben az állami borgazdaság megszervezését, nevéhez fűződik az Egedhegy újratelepítése és az árnyékszalában lévő pincék egybenyitása is. Csak azt tudom mondani, hogy elfogadta és eredményesnek tekintette a sok évtizeden át végzett munkámat. A munkámat úgy igyekeztem vezetni, különösen az 50-es évek elején már megkezdtem, hogy a nagyon szeretett városunk, ahol én születtem, ahonnan én soha hiába kaptam sok meghívást külföldre is, helyi vezető szerveknél is, én ragaszkodtam, hogy Egerben maradok. Az eseményen elhangzott, Dancz Pál több évtizedes munkásságával emelte a város rangját, hírnevét, nemzetközi tekintélyét, ezzel szolgált rá a díszpolgári cím elnyerésére.